Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó, Holló Márta vagyok. Nem köt újabb szerződést az Európai Unió a mostani lejárta után az AstraZeneca, illetve a Johnson & Johnson koronavírus vakcináira. Így értesült egy napilap Olaszországban, miután kedden megérkezett oda az utóbbi cég egy dózisú vakcinájának első szállítmánya. Aznap az Egyesült Államok már közölte, hogy leállítja a szer használatát, mert 7 millió beoltottból 6 emberben vérrög képződött, és ezt kivizsgálják. Késleltetik az európai szállítmányokat is. Közben Izrael közölte, hogy május végétől korlátozott számban, de fogadni kezdi a külföldieket. A turistáknak indulás előtt negatív PCR-tesztre lesz szükségük, érkezés után pedig szerológiai teszttel kell igazolniuk, hogy be vannak oltva. Később vonhatja ki az Egyesült Államok Afganisztánból a még ott szolgáló 2500 katonáját, mint Trump elnöksége alatt ígérte. A teljes csapatkivonást májusig kellene végrehajtani, de valószínűleg akkor csak megkezdik és szeptember 11-ig fejezik be. Akkor lesz a 20. évfordulója az Al-Qaida 2001-es amerikai terrortámadásainak, amelyek után washingtoni szövetségesei megbuktatták az afganisztáni tálibok uralmát. NATO partnerekkel tárgyal Brüsszelben az amerikai védelmi és külügyminiszter az afganisztáni csapat kivonásokról. A tálibok uralmát 2001-ben döntötték meg az országban, ahol hírszerzők szerint a szeptember 11-i terrortámadásokért felelős Al-Qaida tagjai bujkáltak. Közel 20 éve, miután támadás érte az Egyesült Államokat, együtt vonultunk be Afganisztánba, hogy az ország többé ne nyújthasson menedéket olyan terroristáknak, akik bármelyikünket megtámadhatják, mondta az amerikai külügyminiszter. Szerinte ezt a célt elérték, így mostantól arról egyeztetnek, hogy a NATO-val együtt hogy vonuljanak ki rendezetten és biztonságosan. A csapatkivonásokról erősen megoszlik a vélemény Afganisztánban, ahol a tálibok a megbuktatásuk óta is fenyegetést jelentenek. A külföldi erők nem teljesítették az afgán népnek tett ígéreteiket. Nem vesszük hasznukat, mert a jelenlétük nem változtatott a biztonsági helyzeten, mondta egy kabuli lakos. Az ország egyes részeit továbbra is a muzulmán szélsőségesek ellenőrzik, és rendszeresen követnek el merényleteket. A kabuli és washingtoni kormány béketárgyalást folytatott velük. Tavaly megállapodtak, hogy idén májusig minden amerikai katonát kivonnak Afganisztánból. Világszerte nagyot árthat az Egyesült Államok hitelességének és megítélésének, ha a csapatkivonások miatt Afganisztán polgárháborúba süllyed, mondta egy helyi elemző. Kedden a Fehérház már jelezte, hogy Biden elnök ma bejelenti a csapatkivonást. A többi NATO tag 7000 főt állomásoztat Afganisztánban. Ezek az egységek amerikai segítségre támaszkodnak, de a szövetségesek állítólag elfogadják Biden álláspontját. Legalább 20 gyerek meghalt Nigerben, miután kedden tűz ütött ki egy fővárosi szegény negyed egyik iskolájánál. Az intézetnek 800 diákja van, és tartozik hozzá egy óvoda is. Az áldozatok többsége is óvodáskorú volt. A hatóságok szerint a lángok a bejáratnál csaptak fel, és gyorsan átterjedtek 21 nátfedeles osztályteremre. Ezeknek nincs vészkijárata, így a gyerekek a falakon átmászva próbáltak menekülni. Többen viszont bent rekedtek. A tűz keletkezésének okát már vizsgálják a szakértők. A nyugat-afrikai ország miniszterelnöke részvétét fejezte ki az áldozatok családjai felé. Azt ígérte, hogy ha szándékos gyújtogatás történt, akkor megtalálják és felelősségre vonják az elkövetőket. Hiába jelent korszakváltást a kubai kommunista párt pénteken kezdődő 4 napos kongresszusa, kevesen várnak tőle gyors reformokat és javulást. Miguel Díaz-Canel 3 éve vette át az elnökséget Raúl Castrótól, akitől most a legfontosabb tisztséget, az állampárt főtitkári posztját is megörökölheti. Tisztújítás és politikai programalkotás. Erről szól Kubában a kommunista párt 5 évente tartott kongresszusa. Az ideiről Raúl Castro 5 éve azt mondta, ez lesz az utolsó, amit a forradalom veteránjai vezetnek. Jó alkalom lesz, hogy bevezessék az elmaradt reformokat, hogy szabadon engedjék a kubaiakat, akik ha kreatívan dolgozhatnak, bűnözés nélkül is megélnek, mondta egy politikai foglyok feleségeit tömörítő szervezet alapítója. A kommunisták az 50-es években buktatták meg Fulgencio Batista diktatúráját, majd saját önkényuralmat építettek. A forradalmat vezető Fidel Castro 2006-ban kezdte átadni a hatalmat öccsének, és 5 éve hunyt el. Adjanak esélyt a fiataloknak, hogy megtudják, mit gondolnak az emberek.
Nehéz időket élünk, amikor változásokra van szükség, mondta egy Havannában élő férfi. Obama lazította, Trump viszont szigorította a kubai szankciókat. Emiatt egyre nagyobb a hiány alapvető fogyasztási cikkekből, így élelmiszerből és gyógyszerből. Biden újabb lazítást ígért, ami a kubai ellenzék szerint nem célra vezető. Az internet hozzáférés kiterjesztése erősítette a civil társadalmat, kisebb tüntetések is voltak. Újabb politikai és társadalmi reformok nem várhatók. A tavaly 11%-os recessziót elszenvedő gazdaság megnyitása viszont folytatódhat. A politikai vezetésben vannak, akik a folytonosságra hivatkozva ellenzik a reformokat. Mások Fidelt idézik, aki szerint mindent meg kell változtatni, amit szükséges, mondta egy elemző. A gazdaság helyzetén sokat rontott, hogy a koronavírus miatt leállt a fontos bevételi forrásnak számító turizmus. Bár most nő az új fertőzöttek száma, eddig állítólag jól kezelték a járványt. Regionálisan itt a legkisebb a halálozási arány, és két saját fejlesztésű vakcinát is tesztelnek. Fellendült a plasztikai sebészek forgalma Tajvanon a koronavírus járvány idején. A páciensek azért keresik fel gyakrabban a kozmetikai klinikákat, mert több időt töltenek a közösségi oldalakon, és a lehető legjobban akarnak kinézni. Ráadásul most a kötelező maszkviselés miatt rejtve maradnak a beavatkozásokkal járó átmeneti sebek és dúzzanatok is. A Deutsche Welle riportja következik. Klinikai látogatása járvány idején, de Tanya Chang nem beteg. Élete első plasztikai beavatkozására készül. Botoxos feltöltést kérek az állívem mentén, és hialuronsavas feltöltést az államnál. Nagyon boldog és izgatott vagyok, mert már régóta várok erre. Szerintem szebb leszek a kezelés után. Tanya már 3 éve vár az arc megújításra, de eddig sosem volt ideje a beavatkozásra. Értékesítő vagyok, és munkaközben minden nap emberekkel találkozom. Kellemetlen lenne, ha véraláfutások és duzzanatok lennének az arcomon. Most, hogy mindenki maszkot hord, nem kell emiatt aggódnom, úgyhogy kihasználom a járványhelyzetet. A plasztikai sebész Dr. Wu azt mondja, a koronavírus járvány kezdetén nagyot esett a forgalma, de a tavalyi év második felében elkezdett megfordulni a tendencia. 50%-kal fellendült a forgalmam, ami elképesztő növekedés. Sok páciens mondta, hogy először jár plasztikai sebésznél, a maszkviselésnek köszönhetően. A régi pácienseim, akik eddig fél évente jártak, most negyed évente. Szóval gyakrabban jönnek az emberek. Tajvan Kelet-Ázsia egyik szépségipari fellegvára. A 23 millió lakosú szigeten több mint 800 kozmetikai klinika van. A több mint 40 ezer regisztrált orvos negyede a szépségiparban dolgozik. A klinikák többsége itt van, a Taipei Zhongxiao East Roadon. Az orvosok szerint akkora a kereslet, hogy nem könnyű időpontot szerezni. Legalábbis addig, amíg kötelező a maszk. A járvány idején az emberek még jobban elmerülnek a közösségi médiában. És mivel természetesen mindenki a lehető legjobban akar kinézni, egekbe szökött a plasztikai sebészet iránti kereslet. Andrea Hung plasztikai sebészeti tanácsadó az Instagramon reklámozza a kezeléseket. A járvány kezdete után komoly változást észlelt. A járvány előtt, ha kitettem egy Instagram sztorit, általában 500-an nézték meg, most legalább 1-2 ezeren. Több megkeresést is kapok. Szerintem jobban figyelnek az emberek arra, hogy néznek ki a közösségi oldalakon, és gyorsan szebbek akarnak lenni, úgyhogy plasztikai beavatkozást kérnek. Sokaknak nem csak a külsőről szólnak a kezelések, örömforrásként is szolgálnak a járvány idején. A Covid sok bizonytalanságot hozott a világba. Legalább azt eldönthetem, hogyan nézzek ki. Ha jól nézek ki, jól érzem magam. Felvidét is növeli az önbizalmam. Ez nekem igazi öröm. Robotokkal végzett hadgyakorlaton vettek részt francia katonák egy nyugat-franciaországi katonai táborban. A skifi filmekbe illő gyakorlatozás során különböző éles helyzetekben tesztelték a hadirobotokat, például, hogy hogyan tudják a katonákat felderítő vagy védekező szituációkban segíteni. A látványos 3 napos katonai akció során az egyenruhások olyan robottechnikát alkalmaztak, melyeket francia mérnökök fejlesztettek ki.
A hadgyakorlatnak az volt a célja, hogy bebizonyítsa, a harcászatban egyre nagyobb szerepe lehet a robotoknak. Ez volt a Világhíradó, de maradjanak velünk, további jó tévézés, viszontlátásra!